képviseli. Most viszont Németországból köszöntöm Ilse Henne asszonyt, a Tisztelt Klub képviselőjét. Valljuk be, az ő technológiai hozzájárásuk nélkül a mai beruházás nem valósulhatott volna meg. Jól tette a MOL, ezt a technológiát megvásárolta. Azt szoktuk mondani, hogy csinálunk valamit, akkor csináljuk világszínvonalon. Ebből a nézőpontból jó döntés, hogyha a MOL fejlesztése adja a fejét, akkor nem éri be kevesebb el, mint a japán és a német csúcs technológiában. Ez megnyugtató, hiszen a MOL Magyarország legnagyobb és legsikeresebb vállalata, és láthatjuk, ha ők megépítenek valamit, ahogy a hadseregben mondták, az megvan építványozási piacra, és legnagyobban a hulladék gazdálkodásban is megkerülhetetlenné váltak. Olyan ez, mint a céllövöldében, azt a célpontot a legnehezebb kilőni, amelyet a legtöbb munkapálca tart. A MOL is így áll a lábán. Általában az ilyen nyeremény jelentően a legértékesebb is. Nem csoda, hogy a MOL Magyarország legértékesebb, több lábon álló vállalatává vált. Fejlesztések, és a mostani is azt mutatja, hogy a kormány számára fontos Tiszaújváros, város, fontos az itt élő embereknek a mindennapi élete, és ezúton is szeretném megköszönni a kormánynak, illetve a miniszterelnöknek, hogy mindig támogatja a helyi ügyet. Szolyváros nem csak a hazai vegyipar, hanem újra az energetika regionális központjává válhat. Ez egy nagyon komoly dolog. Azt gondolom, hogy érdekesség, hogy Magyarország első ipari energetikai